Na, sziasztok gyerekek! Elkészítem nektek a várva vár csomlói galuskát. Sziasztok! Itt minden házi lesz, a csoki krém, a vanília krém, mi fogjuk elkészíteni együtt. Na, ez most az első is, ami nagyon-nagyon fontos, az a piskóta. Megcsináljuk a csokis diós piskótát. Ez egybe lesz, nem fogok külön sütni csokis piskótát, külön diós piskótát, külön vaníliás piskótát. A csokisat és a diósat azt összekeverem, és fogok sütni egy sima piskótát. Na, de mutatom is. Szükségünk van 5 darab tojásra, amit ebbe lesz a fehérje, fölverve, majd gépnek a segítségével, a tojás sárgája pedig ebbe lesz, úgyhogy úgy kéne, hogy ne keverjem össze az egészet. Ugye nekem ez nem egy nagy erősségem, ez a szétválasztás, de mindegy, megpróbáljuk. Segítsek? Nem kell. Nem annyira megy nekem. Én nem tudom, gyerekek, nekem az egyszerű dolgok mégis olyan nehezen mennek. Én nem értem. Na jó, van, akkor jó munkát. Köszönöm szépen. Szétválasztom és jövök vissza. Jó. Siker? Na igen, siker. Most ezt megkérjük a Zolit, hogy segítsen ezt rárakni. Várjál. Ezt így be kell... Nem, ott a nótja, nézd meg. Hol? Mi az a nót? Ott. Látod? Hát oda rak, úgy raktam. A nótjába. Ez így egy kézzel nehéz lesz. Pillanat, mindjárt ő. Na, álljatok rá, teszem gyerekek, aztán ennyi. Volt csak egy kétszer, nem tudtam megoldani. Ebbe teszünk 6 kanál cukrot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kanál cukor és egy csipet só. Tényleg egy... Csipet só. Ezt belerakjuk szépen. És elkezdünk egy jó kis habot összehozni. Amíg itt van ez a nőt, ebből pedig kivonat, állás. Nagyon jó ez a kis kép. Igen, imádom. Így megkönnyítette az életem. Tojásokat azt szétkeverjük szépen. Nagyon nagy dolgotok nincs. És itt feljebb veszünk, gyorsabban dolgozzon. Ha nem érjük. Jó, gyerekek, dolgozzon a gépek. Megvárjuk, még elkészül az, hogy ne essen össze, és akkor nem, jövök a tojás sárgájával. Oké. Okay. Most hát kapcsolod? Ne kapcsoljam rá? Nem. Na jó, kapcsolod. Kell nekünk egy cita. Ebbe fogunk adagolni. Lejjebb legyen hangos, mi? Ne. Megvárjuk, akkor még megcsinálja. És akkor majd utána, hogy ne legyen hangos. Hát szerintem igen, jó. Azért mondtam. Jó, oké, akkor jövünk vissza, ha kész lesz a tojás. Igen. Amikor csináljátok a tojáshabot, akkor már be lehet kapcsolni nyugodtan a sütőt, jó? Na. Nagyon ügyes ez a nagyon. Rozália. Most kell nekünk 7 kanál liszt. 2, 3, 4, 5, 6. Elég szerintem a 6. És a sütőporból... Igen, köszönöm szépen. A sütőporból egy teás kanálnyit fogok beletenni. Szegény mosógép annyit mos, vagy mi ez. Ebben nem kell egy egész sütőpor, ugye azt tudjuk. Hát, szerintem egy így ennyi bőven elég, szétszórjuk. És akkor majd most kicsit összekeverem benne. És átszitálom.
szuper. Következő, ami fog következni, az kettő, vagy egy vagy kettő, hát ez rátok bízom, mert nem tudom, hogy ki mennyit süt, gyerekek. Ez is ízlés szerint van, ki mennyit süt. Én ugye normál adagot sütök, és abba teszek egy és egy fél kakaópart. Na most hát dió, hát nem sokat daráltunk le belőle. 80 gram körül van. Hát megmérjem nekik? Annyi is, nem tudom. Én jó, csináltam. Oké. Ezt is ebbe beletesszük. És ezt most szépen, csoda szépen elkeverjük. Csoda szépen? Csoda szépen, igen. Csoda szépen ezzel a kis akármivel. Nem kell megijedni, ha egy kicsit összeáll, semmi baj. Hát ehhez kellett volna a mixer. Nem, amúgy ez nem jó. Micsoda? Ez a valami. Ami a dolgozol? Uh-huh. Mert látod, ki van el. Hát ez már mikor mondhatom, ki fogod dobni. Hát ja. És ez csak így szépen, gyerekek. Nagyon jó. Szuper. Ehhez vettünk helyet. Jaj, bocsánat. Semmi baj. Egy pici tejet, de csak tényleg minimálisan. Annyi tejet hozzáadunk, ami... Igen. Hogy ilyen folyékony legyen belőle, azt fogjuk elérni. Szar ez a izé. De volt még egy, nem? Uh-huh. De mosogatógépben van. Ja. Mindegy, nem törődünk vele, gyerekek, semmi baj. Kicsi tejet még. Kicsit bekeményítek. Na mindegy, megcsinálom folyósra, és akkor jövök vissza. Mert ez... Na, hogy állsz, így? Na, gyerekek, annyi tejet adtok hozzá, hogy kb. Ilyen állaga legyen. Jó? Hát ez nem tudom, mennyi tej lehetek, fogalmam nincs, de nem, tényleg nem sok. Minimális, jó? Na, cukrot nem teszünk bele, mert már a cukor ebben van benne. Na. Ezt levegyem, vagy azt kell? Hát nem, azt már egy kicsit még hagy izélje föl. Várjatok, gyerekek! Egy kicsit még hagy üsse át. És ha így beletenném? Hát miért? Ez összetörik? Kicsit gyorsra veszem. Nézzétek meg, aranyat érezem. Aranyagér. Elszámolok 10-ig magamba. Szuper. Oké. Okay. Ezt hogy kell levenni? Csak elfordítod. Mester az Alika. De majd még erre szükségünk lesz, mert még lesz egy kis kóta, ugye? Hát ezt úgy rá... Csavarod, nem, ez csavar. Úgy. Na. És ezt apródozva... Nem egyszerre zúdítjuk bele, ugye? Hanem csak így. Szépen. Mert összetörik a habunk, aztán nem lesz jó. Már közben a sütőt azt nyugodtan ilyenkor már be lehet kapcsolni 180 fokra.
spórolóssal. Azt akarom spórolóst elővenni. Ez ilyen diós csak is, nem csomós, csak a dió. Még ezt a végén kikaparom a szemét. De jó illata van, gyerekek. Nagyon baró. No, gyerekek, de jó. Jó íze van. Jó lesz? Jó lesz, ha kész lesz. Hát akkor biztos jó lesz, ha kész lesz, csak készüljön el. Pepecs munka, ezt most mondom nektek, nem könnyű. Nem egy... Hát miért nem is nehéz a nagy? Hát nem is egy nagyon könnyű. De higgyétek el, ha ráfekszetek, akkor sikerülni fog, jó? Mindenkinek hozzáteszem. Ahány ház annyi szokás, ugye 100 féle somlói van, hamis somlói, eredeti somlói, nagymama somlója, mit tudom én mi, ez a Tina somlója. Jó? Maradjunk annyi, hogy ez a Tina somlója. Na, csodás, gyerekek. Na, az egyik rész megvan, ebben most, hát a sütőpapír tésztát még nem mozduljon el, hogy ezt a gyűrjük. Szépen. Semmi baja nem lesz, csak akkor így nem fog mocorogni. És őt szerintem így fogom tenni, igen. Ez el van? Igen, nem. El van hajlózva. Azt hittem, hogy el van szakadva. Na! Köszönöm, Zolika. Még egy kis alapos összekutymárgás. És ez azért nem kell sok sütőport tenni, mert nem az a lényeg, hogy magas legyen, ugye? Nem egy tortának készítjük. Kikaparom mindet, ha nem haragszotok. Tisztára kovod? Hát tisztára nem. Persze, hát ez nem számít, ezt úgyis eltakarja majd a csoki, meg a vanília. Na, hát kb. Tolom is be a sütőbe. Ezt olyan 20-25 percig sütjük, akkor lesz teljesen meg. Nagyon jó. De majd úgy is nézzük. De majd persze. És ezt előmelegít egy sütőbe, már tolom is befelé. No. Előkészülünk a következő. Mi ez? Piskótához. Na, na gyerekek, ugyanúgy megvan ugye a tojás, fehérje. Ebbe ugyanúgy teszünk cukrot. Egy, kettő, három, négy, öt, és akkor teszünk ebbe már, ugye, mivel vaníliás lesz, ezért fogunk beletenni vaníliás cukrot. És az lesz az a hatodik cukor, ugye? Hogy legyen jó finom vaníliás.
Még egy picit. Oké. Okay. Hát igen, tudjátok, nálam a vanília yes. a dolog. Teszem, és a csavarod. Oké, okay, ezt visszaraktuk el. Menni fog? Úgy, hogy ennyi, jó. Mi azt hiszed, hogy szarral gorítok? És akkor ugye ez, meg várjuk ennél is. Hát igen, mert hangos. Jó, úgyhogy végül a rozin, aztán jövünk. Na gyerekek, ugye elkészült a tojáshabunk, kell nekünk vanília aroma, láthatjátok, ez vanília aroma, és ebből de jó illatja van. Teszünk ennyit. Tetszik érteni? Igen. Szuper. Ebben már cukor nem fog kelleni. Ezt el is tehetjük. Na, citrom. Hú, az a citrom. Ja, elég durva, mi? Ez mégiscsak az íze kedvéért, ez elhagyható. Nyugodtan elhagyhatjátok, hogyha... De ne hagyjátok el majd. De a citrom nagyon jó. Na, most nem fogok nektek könyörögni természetesen, hogy beletegyétek. Jó, csak vicceltem. Na! Szuper, ha ez megvan, ezt beteszem. És ugye szűrő segítségével megint, hát olyan hatkan áll. Na, hogy áll? Ó, csodálatos, a csak kis piskótám ilyen nagy, érted? Ilyen. Egy méteres lesz akkor. Na, otogassál már, olyan szemét vagy amúgy. Annyit mutattál. Edge. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. És a sütőpor. Mi nem lehet egyből a távot tenni amúgy? Azért, mert össze kell keverni a sütőport és a... lisztet, drágám. Nem azt mondom, hogy ez a szűrő, ez mire való? Ez? Aha. Hát, hogy átszitálja a lisztet. Kancsi? Na, mindegy. Hogy ebből is ugyanaz fog kijönni, mint a másikból, és ehhez is szépen mit adunk? Tejcsi. Így van, amit el is tettem. Na, inkább ezt mutatom nektek, gyerekek, jó? Hogy mennyi tejet, mindig egy pici, mindig apró dozva adom hozzá. Soha nem egyszerre. Hát, ha nem ragadna ebbe a túróba bele, akkor még azt mondom, jó is. Benne van az egész. Kérem. Na jó, majd jövünk vissza. Küszködnek vele, jó? Kiszedni ebből. Itt is vagyunk. Na gyerekek, a csokis piskóta az kész van, hát ugye még így feljött, csak összerogyott, ahogy megnéztem hát, villával, nem de nem baj, mert nem kell, ugye elmondtam a videó elején, hogy nem kell az, hogy, magas legyen, igen. Na! Ezt én leveszem. Az már nem kőoda. Ez most már nem fog kelleni, most ez fog nekünk kelleni. És ugye a spórolós. És akkor gyerekek, ugyanaz az eljárás. Ugyanaz az eljárás, mint az előbbinél, ugye. De egyébként nagyon, nagyon finom, puha a piskóta. Uh-huh. Úgyhogy nem szabad nehéznek lennie. Akkor ezt is szép, óvatosan. Ha
inkább ide alulra beteszem az összeset, és akkor majd úgy fogom felkeverni. Úgy alulról, mi? Uh-huh. És ugye ez a sima vaníliás piskóta, és ez megvan, beraktuk a sütőbe, akkor elkészítjük rá a vanília öntetet. A mazsolát ugye külön, mert azt fel kell főzni, a mazsolát, ilyen rumos vízbe, úgyhogy, de mindent mutatok. Mindent az égvilágon nektek. Nagyon szerintem ezt akkor kevergessed. Összekeverem. Nem eljárás tök ugyanaz. Így van, mint az előzőnél. Így van. Idő, meg bla, 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 25 úgy. Perc előmelegített sütőbe, és akkor jövök a krémek készítési. Igen. Na, mindegy, klassz vagyunk. Na gyerekek, most elkészítjük a mazsolát hozzá. Kell nekünk 2,5 deci víz, hát nem tudom, hogy ez mennyi. Az annyi kell még. Hát ez kb. Ennyi. Szuper. Felkapcsoljuk a gázt. Sütőt, lapot, főzőlapot. Nem szólaltam. Beletesszük a cukrot. Az mennyi cukor édesem? 200 g. Kimértem. Belerakjuk a rumaromát. Hát ez három ilyen dobozos, három doboz rumaroma. Két és fél. Nem volt egész három. Igen, úgyhogy majd ezt szépen ezt is ebbe bele kell önteni. Csodálatosan. És amikor majd ez már felfort, majd csak akkor, akkor belerakunk két. Hát ki mennyire mazsolásan szereti, ezt teljesen rátok bízom, de annyira ennek, ne legyen mazsolás. Ennek a leve majd kelleni fog, mert ezzel fogjuk meglocsolni a piskótát. Na, szuper. A vaníliát is elkészítjük, szépen gyerekek. Úgyhogy de ahhoz még elő kell készülnöm. Úgyhogy jövök vissza. Ja, na, itt is vagyunk. Na gyerekek, hát 5 deci tej kell nekünk. Ugye ezt szoktuk már meg 2,5 pecinek, úgyhogy ebből kell nekünk 2. Szuper. Igen. Kell nekünk vanília aroma. Mennyit? Hát egy evőkanálnyit. És ezt hagyjuk szépen felmelegedni. Addig viszont, mivel nem jó tettem ezt bele, nem jóba tettem bele, ebbe áttesszük a tojássárgákat. Ebbe fog menni majd a keményítő. Jaj, na. Kiesik minden a kezemből. Igen. Ebbe fogjuk tenni majd a keményítőt és a cukrot. Szépen majd ja, értem. Hogy ez a doboz van így megcsitek, jó. Ezt nem tud ki lehet belőle húzni. Aha. Igen. Addig megnézzük a piskótit. Még elkezd forni a tejünk, mert addig feleslegesen is csinálunk bármit, ezt meg kell várni, hogy a tej felmelegedjen. Meleg, mi? Meleg van, igen. Ó, de jó, hát nem a legszebb, de ronda is finom. Tudjátok, hogy szoktam mondani. Kell nekünk egy nem nyúlka piszka, megszúra bicska. Most lekapcsolod, hogy ezt tudod. Jó. Tökéletes. Ezt azzal az erővel le is zárjuk. Na, ezt a piskótát én ide fogom rakni az asztalra, ezeket elpakolom innen, mert ezekre már nincsen semmi szükségünk. Úgyhogy, ja. És ezt is kirakom, mert az a baj, hogy forró a tepsi. És hát, nem igazán akar hűlni abba, úgyhogy ezt most megfogom, kiveszem innen, vagy itt, vagy ott. Segítsek. Nem kell.
Hát mondom, ronda, de finom. Itt most a kinézete is. Nem számít, mert a piskóta nem számít, ugye, mert ez majd le lesz kenve krémekkel, meg mindenekkel. Nagyon jó. Na! De jó illata van. Igen, ez volt itt a nagyon lényeges nekünk. Kapcsolód vissza, mert lekapcsolódott. Ja, igen. Ezt ebbe a tepsibe fogom megcsinálni az egész egy gyerekek. Arra a döntésre jutottam, úgyhogy én ezt ki is viszem, lerakom a földre, hogy kiüljön. És akkor itt kész van a csokis piskóta is, és a vanília. Hanyasra kell? Hát ezt nyugodtan teheted a, mondjuk a hagyforjon. Az már megvan, várjunk. Ez már, na szuper, elolvadt ebbe most már a cukor, meg minden. Isten illata van. És a mazsolából ízlés szerint ki mennyit szeret, nem tudom. Azért olyan sokat én sem fogom belerakni, én sem fogok belerakni azért olyan sokat. Egy maréknyi. Elég, nem? Jó, nem szeretem sok mazsolával. Azt akartam mondani, az se jó, ha olyan sok mazsola van benne. Na, amíg melegedik a tej, addig várunk gyerekek, sajnos nem tudunk mit csinálni. De az lekapcsolódott, édes. Az amúgy nem baj. Ja, nem baj. Jó, mert csak az a lényege, hogy már ez megdagadjon, de még egy kicsit visszakapcsolom. Amúgy csak ennek kell megdagadnia, tudod, magába szívnia a mazsolát. Aha. Mazsola, ezt a finom ízt, úgyhogy ezt lehet megkóstolom. Remélem nem ég le a szám. De finom. Aszta! Nagyon Janice, az a baj. Na, mindegy. Ja. Na gyerekek, jövök vissza, ha felfordt a tej. Addig elpakolok itt. Ja. És takarítál. Gyerekek, van nekem ilyen vanília, nem tudom kinek van otthon, de én ebből is teszek bele bőven. Mert ugye vaníliásnak kell lenni az öntetnek, és ha ezt nem találjuk el, ezt az öntetet, akkor viszont nem lesz jó semmi. Ennek ilyen finom vanília íznek kell, hogy legyen. Megnézzük, hogy... Hát én még úgy gondolom, hogy elbír egy keveset. Ez nagyon jó amúgy. Olyan finom vanília ízt ad neki. Nézd meg! Na, van vaníliai? Nem, hogy nem. Na, akkor folytassuk. Ebbe teszek 3 evőkanál cukrot. És ezt kell elkevegyem elő a robotgépet. Hát persze, hát nem egyszerű. Jó, de addig zörgünk itt nekik. Hát nem, hát azt megcsinálod, és akkor mutassuk tovább. Teszel még ebbe valamit? Ő nem, most ezt habosra fogom keverni. Na jó, akkor csináld meg, és akkor mutassam tovább. Oké. Itt vagyunk. Ja, igen, mert elfelejtettem mondani a izét, azt hittem, hogy mondtam, de azt mondja, Zoli nem mondtam. Hát én még kérdeztem is, hogy teszel abban még valamit? Azt mondtad, bár van, nem. Elnézést, na. Semmi hát, baj. Nem tudok mindenre odafigyelni. Na, nem történt semmi. Nem történt semmi. A hajam gáz, ne nézzetek, nagyon csúnya vagyok. De mindegy. Ebből... étkezési keményítő. Kukorica keményítő. Ez azért kell bele, gyerekek, hogy a vanília az így megdermedjen, szó szerint, megmeredjen, kimeredjen. Úgyhogy, és én ezt most, le kell vennem, mert le fog égni. Addig leveszem még, ezt elkészítem. Így szoktam, mert állandóan felcsap. Ebből lesz a vanília krém, gyerekek, tortákat, mindenre felfigyeltek használni.
gyerekek, lesz ennyi mosogatni valóm, hogy... Úgy se te mosogatol. Mi? Úgy se te mosogat. Hát nem. Ez így van. Na most feljebb veszem, és akkor ezt nem nagy tűzön kell lesz, gyerekek, jó? Nem nagy tűzön, de szép lassan, fokozatosan fogom hozzáadni. És amúgy, hogyha veszel pudingport, az nem egyszerű. Nem, mert ez nem házi. De persze egyszerűbb lenne. Csak én tudod, szeretem a kihívásokat. Én biztos azt vennék. De az pudinggal nem olyan. Persze, hát férfiból vagy. Tudod kiszarakodni. Majd nincs csak milyen jót teszel belőle? Hát jó. Fú, nem tudom, ki kérte ezt a somlóit, de haragszom rád. Nem igaz, csak viccelek, de tényleg, gyerekek, hát ez nem egy egyszerű. Nem is az, hogy nem egyszerű, nem azzal van a baj, hogy nehéz lenne. És azt addig kevergetjük, még be nem sűrűsödik. Hát ennek kell ide, szerintem. Hát majd, hogyha besűrűsödik, akkor visszajövünk, nem? Hát most addig... Ja, igen. Na, hogy állsz? Már kimerett tüdővel. Na, gyerekek, már most azért a krémnek van egy krémessége. Úgyhogy... Oh. Hát ez egy bő 10 perc folyamatos kevergetés. Úgyhogy ízéltem is, hogyha... Na. Ez megvan. A keményítő megtette a dolgát. De jó vaníliás, igaz? Uh-huh. Na, szuper. Most ezt szépen félrehúzzuk, és megcsináljuk a csoki öntetet. Hú, gyerekek! Úgy kezdjetek hozzá, hogy nagy szívás. Csak úgy mondom, ez az egész sütemény, sztori, ez egy nagy szívás. De finom. De mindegy, majd máskor. Na jó van, ez megvan, ezt kiviszem, és lehűtöm. Kint. Na jó van, jövünk a csokival. Jövünk vissza csokival. Na gyerekek, most pedig a vajat. Ez tök jó. Jó elolvad. Ebbe fogunk tenni két, hát, amit fel kell töltenem, cukrot, hát egy olyan két evőkanálnyi cukor kell bele. Vaj, mennyi volt? Hát az 250 gram volt, de ennyit levágtam belőle, hogy ne legyen nagyon vajízű, úgyhogy olyan, hát, olyan 200 gram körüli lehet. Na, ebből teszünk bele. Hogy olvadjon el a vajunk. Szépen. Egy kicsit így el kellett volna. Ez lesz a csoki öntet, ez is ugye itthoni. Van Nesquik is, ugye? Uh-huh. Úgyhogy... Hát jó, de most házit kértek, ezért házit kapnak. Csak hát egy nagy szívás ez a sütemény, őszinte leszek, mert annyi sok időt kell várni, hogy ez nem igaz. Ugye ezekkel a krémekkel. Ebbe fogunk tenni majd kakaóport, cukrot, és egy kis tejet, hogyha nagyon sűrűnek látjuk, akkor ebbe fogunk tenni mindent. Hát ugye ezt meg kell várnunk, még elolvad a vaj teljesen, ugye? Muszáj vagy. De pitpak elolvad.
Elolvad a vaj, aztán jövünk vissza. Na gyerekek, elolvadt a vaj. Most ebbe teszünk, hát egy két-három evőfanál cukrot. Ezt is természetesen elolvasszuk, és ebbe fog menni nekünk a kakanyópor. Kakanyópor, de ne cukrosat használjatok, hanem igen, holland kakaópor. Na, és akkor már ebbe mehet is nyugodtan bele a kakaópor. 1, 2, 3, 4. Hát én most 5-öt rakok bele csak, jó gyerekek? Ízlés szerint. Hogyha nagyon úgy látjátok, hogy sűrű, akkor tejjel föl lehet ezt nyugodtan önteni. Hát még egy picit szórok bele. Jaj. Így. Jó? Tehát akkor 6 evőkanál, igen. És akkor teszünk bele egy kis tejcsit. Hát egy deci, nem tudom mennyi egy deci. Kb. Hát. Így gyerekek, kicsiket öntögessetek bele, és akkor egyből észreveszitek, hogy mennyi kell bele. Ugye? Tegyek még, vagy elég így? Hát, jó, így. Na, hát gyerekek, ennyi a csoki, az otthoni csoki öntet. Ez nem egy nagy ördöngőség, semmi extra. Szerintem a tepsibe fogom megcsinálni, nem? Hát én nem tudom. Szerintem annál nagyobb valamit nincsen. Hát sajnos nincs. Egy pici fejcsit még azért nyomok bele. Kell még bele? Hát egy picike. Na, itt a, aha, így lett a tökéletesség, és akkor ez így pont csodás. Na, megvan, ezt is szépen ide rárakjuk, behozom a tepsit, és akkor már csak össze kell állítanunk. Persze. Na jó van, nézzük az összeállítást. Na, na, itt van mind a három krémünk. Most ez lesz az alsó, ezt ketté vágtam, a piskótákat ketté vágtam, és alaposan az alsót meglocsolom ezzel a, hú, de nehéz, bocsánat, de tegyünk bele, szórjuk szét ezt. Én azért csinálom tepsiből, mert nekem sajnos nincsen üvegjénaim, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy abban lenne szép. Abban lenne a szép, nem a tepsibe, de mindegy, jó van ez úgy. Ez Pestre jó van, ez vidéken meg nem. Nem nézik. Ez kész. Hogy az alsót, azt mindig ezzel a rumos valamivel meglocsózzuk. Szuper. Próbáltam mindenhova tenni azt a mazsolát. Hogy elkeverődjön. Oké. Na. Ha ez megvan, akkor jön a vanília. Egy harmada. Hát. Nem köszönjük a pontosan. Jó illata, nagyon jó. Ez biztos. Az biztos. Egyébként azt szerettem volna elmondani, hogy aki kötözködik a főzésembe, annak üzenném, hogy nyugodtan végig lehet utánam csinálni, és akkor majd megnézzük. Hát volt egy-két komment, ami nekem nem tetszett. Na mindegy, de nyugodtan utánam lehet csinálni, aztán így pont ennyi. Oké. Okay.
Én csokiból is fogok, az, hát ez teljesen változó. Én egy kis csokival is meg fogom locsolni, és úgy fogom rátenni a sima lapot. Mármint nem a csokisnak a... Na! Hát gyerekek, ez elég nyomorult lett ez a piskóta, de elmegy. Ugye ez a vaníliás, hú, azt így vágtad szét, nem mindegy. Hát itt még ezt vedd le ennek a tetejét, próbáld meg. Ott a késő. Ja, ezt nem van, ja. Nem tudtam, hogy... Hát ugye itt nem vártuk meg, hogy kihűljön teljesen. Aztán úgy szurkáltuk meg, aztán így összeesett, de nem baj. Semmi probléma. Amit tudok, azt összehozok. Nem fogunk ezen most kibukni, abba biztosak lehettek. Úgyse ez a lényege. Ja igen, egyet elfelejtettem, most jutott az eszembe. Na. Hogy ezt a hullala habot, ezt én mindjárt, szerinted leír odáig? Jaj. Ó, és cukrozott is. Hab. Ebből lesz a tejszín hab. Ugyebár. Ja, hogy ez mindig bedugva, ugye? Uh-huh. Ezt meg kell várni, míg az felveri a habot. Igen, mert majd ez megy a tetejére, de addig folytatjuk tovább ugyanúgy a dolgokat, mint eddig. Na. Akkor következő lépés? A következő lépés az nem más, mint ezt újra megismételni, vagy nem. Erre ugyanúgy a izéket szorni. Ugyanúgy nem. Elsőnek ezt kell, meg kell locsolni ugyanúgy a tetejét. Ja, igen. Na, mindegy, majd máskor. Annyi két kanálat használok, gyerekek, hogy már nincs a fiókba új kanál, vagyis tiszta kanál. És ezt most ugyanúgy, ugye, ezeket így ismételjük. Ugyanúgy minden részét meglocsolni a piskótánknak. Az ronda és finom. Hát ebben nem mehetnék a séfek séfjébe, de mindegy. Jó, valami annyira nehezően beissza az egészet. Berúgsz majd tőle. Nem, nem sok a mazsolát, nem szeretem sok mazsolát. Hát de Zoli, ebben meg muszáj vagyok mazsolát tenni. Jó, oké. Ugye ugyanúgy a... ezzel... Igen, és meg a tetejére kell hagyni picit. Hát megpróbálok. Ugye az a lényeg, hogy ne legyen száraz. Hát ez biztos nem lesz. Ez biztos nem lesz száraz. Hát ezt meg már így meghagyom a tetejére. Amíg lesz majd rá tejszínhab is, minden. Szuper. Jön a csokoládé. Aztán jön a... Az volt a csokis, ugye? Jön megint a... Hát ezt már csak egy picit fogom, mert tényleg nagyon ízés lesz, nem? Uh-huh.
és ebből vágunk még le egy picit. Akkor mama zselát ne tegye? Megtudtam. Hát azt mondta, nem szeretett a mazsolás nagyon. Na igen, elég. Na jó, oké. Okay. Rendben van, megbeszéltük. Tehát nézzük a kicsit följebb veszem. Bocsánat a hangzavarért. Amennyi vaníliánk maradt. A tetejére. Majd a hab, tejszínhab megy, ugye? Akkor még ebben, és akkor arra megy a tejszínhab. Mindjárt majd a spórolóssal még kiszedem. Erre is jó, megkenjük. Spórolós. Oldalait is szépen lekenem, gyönyörűen. De nem a szépségre megyünk. Most lenézed? Nem, amúgy se szép, egy somlói. Hát egy somlói hogy tud szép lenni? Amúgy is ezt szépen pohárral kiszokták formázni másnak. Jó, de... Hát dehogy nem. Jó. Dehogy nem. Na, tegyek erre csak itt, vagy már ne hagyja, mint vaníliásan. Rajta. Ugye? És akkor ezt úgy fogom, gyerekek, mivel... Hát úgy tedd be tetején. Hát ez már kevés. Hát közép le. Úgy. De már nem locsolom meg rummal. Nem, már nem kell. Csoki baj se? Szabályok vannak, mert itt az olika az... Hát persze. Nem úgy működik, hogy úgy csinálom, ahogy én. Nem, olyan nagyon ízésen se jó. Nagyon gej, hogy az egész ízé legyen. Látjátok, ez ilyen kemény tejszínhab. És ugye szépen pohárral ki lehet formázni. Ez ilyen jó cukros amúgy. Alapozok. Na, és akkor ez megy be a hűtőbe. Ez bemegy, igen, bemegy a sütőbe, és ebből csak holnap fogunk enni, mert ez... Sütőbe, hűtőbe. Hűtőbe. Mert ez az igazság, hogy ebből csak holnap lesz valami, mert ennek ugye egy éjszakát kell, hogy álljon. Szépen, most díszítésképpen mutatok valamit. Semmi extra, csak így. Ja. Gusztusosság. És ugye, hogyha eszik, akkor mi mindenki tesz magának rá habot. Persze, meg amit csak szeretne. Kéri. Nem szép, de jó lesz ez. Jó van ez így. Na, és akkor ez, gyerekek, hú, jó súlyos, ez szépen bemegy a sütőbe. Hát nem, a olyan... ilyen diódarabokat ugye lehet. Nem, az mindjárt, nem, az most fog következni. Ja, azt most teszed be? Igen. Csak megmostam már a kezemmel.
meg ilyen dió darab vagy darálva tegyük? Nem, darabokat? Persze. Ez szépen illősen. Illősen. Ott van, finom, nincs meg. Nem azt kerestem, te minden észósz. Na. Azt hiszem, hogy azt keresed. De hagyjak neked is. Dilót. Nem muszáj. Amúgy ezt lehetett volna, meg lehetett volna még szórni a csezeteit is, amúgy dióval, nyugodtan. Csak nem volt az eszembe, darál dióval, tudod? Van a piskótában amúgy? Van, nem is kevés. Így szerintem sokkal szebb így a tetején. És ahogy szedel, és akkor lesznek benne dió darabok, sötter a sattra. Na mi, nem olyan csúnya ez? Egy csomlói nem legyen szép. Hát sehogy. Hát egy csomlói nem tudom. De ezt amúgy is tudod így egy talpas pohárral így beleízész, tudod? És akkor szépen kell. Jó, ki van hűlve, igen. Hát ez, ebből csak holnap lesz valami. Még egyszer mondom. Így, és akkor várjatok gyerekek, még egy kicsit a... Mazsol a darabot. Tetejére ilyen. És nem elvinnétek 5,90-é? És komolyan. Finomabb, mint a lidülös. Ú, de rossz. Nem is etted meg amúgy. Hát nem, hanem. Pedig te szereted ezt a samlói galuskát. Na, mindegy. Na, gyerekek. El se hiszem, hogy kész vagyok vele. Ez olyan nagy szívás ez a sütemény, hallod. Lefotózom, gyorsan csinálok én is egy fotót róla. Egy pilcsike. Facebook gyanús képet készítesz? Megvan. Na gyerekek, ezt berakom a sütőbe. Vagy a hűtőbe. És szerintem azt majd holnap zárjuk le, nem? Nem. Hát na, akkor ezt berakom a sütőbe, úgyhogy készítsétek el, ha már elkészítettétek velem. És nem volt egy egyszerű sütemény, de mindegy, nem baj, én elkészítettem nektek, úgyhogy nagyon-nagyon szépen és köszönöm. Befóliázok és beteszek. Befóliázom, igen, és akkor be fogom tenni a hűtőbe, úgyhogy holnap tudunk ebből csak falatozni. Sziasztok! Sziasztok.